Szervusztok! Üdvözlöm azokat, akik még tovább jöttek az első videóról erre a másodikra. Az Aranyasszony trilógia több mint egy évtizedes üzenete első részéről, most a második részre. Én nagyon-nagyon szívből kérem és javaslom és kérem a hallgatókat, hogy aki nem hallgatta meg az első részt, annak volt egy felvezető része, azt tegye meg és hallgassa meg, arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon fontos könyvrészletet olvastam föl az előző videóban. Most folytatom a perui papnő könyvből. Ugye a harmadik rész összefoglalója az, hogy a harmadik évezred tárcán kínálja az emberiségnek az örök élet titkát, egy szívbe ültethető implantátumot, mely hosszú boldog életet kínál. Éváig át akarják adni mindenáron a kristálykönyvtár üzenetét, hogy rádöbbentsék az embereket a manipuláció veszélyeire. Az implantátum lobby semmitől sem riad vissza, hogy Évát elhallgattassák. Küzdelme mélypontján, teljes ráhagyatkozásban látja meg, hogy Isten egészen más, mint amit a vallások és egyházak tanítanak. Milyen kozmikus erőket zárnak el az emberektől? Kik és miért vetítenek elénk hazug világképet? Aranyasszonyi útja végén Éva rálel az eredendő isteni emberre. Fellibben előtte a fátyol a valóságról, és felismeri az egyetlen, igencsak meglepő megoldást kibillent világunk helyreállítására. Hogyan változtatható meg az élet a Föld nevű bolygón? Ezt fedi fel nekünk a régmúlt civilizációk papnője. Tudni, hogy Isten szeret, avagy Isten szeretetében élni, hatalmas különbség. Ma tudáskereskedelem folyik, a beavatásokra reklámmal toborozzák az adeptuszt. És közelebb kerülünk Istenhez. Lucifer gyártja a másolatokat, ez a dolga. Hogy ne tud megkülönböztetni a másolattól a valódit, az illúziók világától az életet. Vele nem versenyezhetünk az elme porondján. A csatát a szívben nyerhetjük meg, mely számára idegen terep. Szívbéli átalakulás nélkül a tudás egyre nagyobb salakká válik, ez a mennyei alkímia titka. Ez áll tehát a harmadik kötet borítóján. Elképesztő kalandok után Peruban vannak ismét a főhőseink, most már világméretű a káosz, elszabadult a pokol, vagyis a Föld megnyilvánult valójában. A világ hatalmasságai, akik rettentően féltik az emberiséget, a laboratóriumban injekciókat, oltásokat, implantátumokat kísérleteznek ki, hogy mesterséges, akár kristályhangolással megemeljék ugye a rezgésszámukat, ami a tólig frekvencia tartományban létező vírusokat, baktériumokat és egyéb orvul, ádázul, ránk tölő külső ellenségeinket, ez mind óriási szarkazmusban mondva nyilvánvalóan, majd megsemmisítik, anélkül, hogy itt az átlag ember a kisujját is meg kéne, hogy mozdítsa, anélkül, hogy gondolkodnia kéne, arról nem beszélve, hogy vissza kéne alakulnia az Isten emberré is, képmására, Isten is képmására teremtett te. Azt jelenti az Isten, tehát Istenek vagyunk, issé kell válnunk. Ott ülnek a legmagasabb szintű diplomatákkal, az ENSZ küldöttekkel, Teó és Nantu. Éva ezen nem vett részt, hiszen őt ugyan elítélték a NASA ellen elkövetett, soha nem követett büntettel, de felmentették. Ő ezen nem vehetett részt, hanem Teó és Nantu ülnek itt a nagy delegáció asztalánál, és az itt nyilván ismét kiragadottan felolvasott részleteket, hogy nagyjából most ez a mai időkre legyen egy jel, hogy mi folyik. Az ENSZ összefoglaló nem ért meglepetésként bennünket.
Előadja, hogy csoportunk minden engedély nélkül kutatott a barlangban, amihez társult egy tudós halála, és nagyértékű műszeres felszerelés megsemmisülése. Ráadásul a Titikaka tó alatti tragédia azt mutatja, veszélyessé vált a körzet, a kiszabadult, ismeretlen eredetű gázok vagy energiák továbbra is robbanásokat idéznek elő. Tekintettel azonban a tényre, hogy a vádlott, vagyis Éva felmentést kapott, bíznak abban, hogy jobb belátásra térünk, és hajlandóak vagyunk a hatóságokkal együttműködni a teendők kidolgozásában. Teón a legkisebb érzelem sem látszott, csak mi vettük észre, akik jól ismertük, hogy másképp veszi a levegőt, és szemei a szokásosnál nagyobbra tágulnak. Tudtuk, a legszívesebben ráborította volna a nagy asztalt a szemforgató, arcátlan világ jelenlévő privékjeire. A legkenyetlenebb arcátlansággal kellett szembenéznünk. Ha eddig nem lett volna világos, most egyértelműen kiderült, hogy a kormányoknak eszük ágában sincs érdemben foglalkozni az üzenettel, mint a kristálykönyvtár üzenetével, amit Éváék megkaptak és megszereztek. Egyetlen céljuk a jelenlegi világrend megtartása, bármiáron. Itt nem lehetett helye érzelmeknek, disznók elé nem kell gyöngyöket dobálni. A nézeteink közti távolság fényévekben volt mérhető. Még nagyon sokáig nem tudtunk szabadulni ennek az arcátlan és agresszív viszonyulásnak az emlékétől. Attól, ahogy a világi hatalmak és a pénzvilág az arcunkba röhögött, gyakorlatilag, mintha mi sem történt volna. Nantu előző este nagyon találóan azt mondta, ha Jézus jött volna vissza, őt is keményen félreállítanák, legyen kedves, nem bezavarni kisred játékaikba. Teó, aki eddig végtelenül és türelmes és udvarias embernek ismerhetett a világ, a mai napon, mintha teljes személyiségváltozáson esett volna át, félbeszakította a doktort, még a kezét is felemelte nagy lendületében. Annak érdekében, hogy világosan értelmezhessük a jelenlegi helyzetet, kezdte Teó az érdemi tájékoztatást, vissza kell nyúlnom pár mondat erejéig egy jelentős 76-os ekvádori expedícióhoz. A magyar Móricz János nevéhez köthető, a kontinensünk alatt több ezer kilométeren át húzódó óriási labirintusrendszer egyik titkos kamrájának és abban ősi tárgyaknak a felfedezése. Ide szerveztek 76-ban egy félkatonai expedíciót Móricz kizárásával. Feltételezem, a jelenlévőket nem fogják különösebben meglepni a szavaim. A nem titkolt enyhe gúnyt lehetetlen volt nem kiérezni Teó hangjából. Feltételezve tehát, hogy alaposan ismerik a labirintus rendszert, ahonnan a 76-os expedíció során nagyértékű leletek tűntek el egyes kormányok útvesztőiben, és ahonnan az ekvádori suar benszülöttek között szolgáló olasz Crespi atya 40 éven át rengeteg leletet gyűjtött össze, amit részben a Vatikán hurcolt el, és feltételezve, hogy ismerik a nem csak itt Peruban, de világszerte folyamatosan naponta feltárt megdöbbentő ősi leleteket, ki kell jelentsem, nem kellett volna, hogy a kristálykönyvtárban történtek, és az üzenet meglepje a kormányokat. Megkockáztatom, valójában talán nem is lepte meg. Továbbá jól tudják, hogy a hivatkozási alap, ami miatt a barlangbejáratot a 76-os expedíció után az akkori ekvádori kormány lepecsételte, az volt, hogy rádióaktív sugárzást mértek. Szerintem hajmeresztő volt ez a bejelentés, csodálkozom azóta is, hogy nem lett ebből kisebb nemzetközi botrány. Persze, kéttekintélyes kormány, az amerikai és az angol volt annyira erős, hogy ezt az álhírt balhé nélkül lenyomítja a média és az emberek torkán. Tehát a mostani riogatásuk egy állítólag ismeretlen eredetű energiával nem példa nélküli. A veszélyt nem az energia jelenti.
A veszély az a manipuláció, az a népirtáshoz és ismételt kataklizmához vezető beavatkozás, amit önök az emberiség iránti jótettnek neveznek. Ez pedig a mesterséges frekvenciaemelés. John Mannings és a két búvár szívégését nem az energiaemelkedés, hanem az előzetesen kristályhangolással manipulált test rezonancia szint változása okozta. Ön nem orvos, nem képes eldönteni ezt a kérdést, és joga sincs ehhez. Vágott vissza Meyerville, most már ő is a diplomáciában megengedhetetlen stílusban. Természetesen, Kozma úr, van önnek ilyen jellegű bizonyíték a szavai alátámasztásához? Természetesen van, uram. Visszatérve az ekvádori állítólagos rádióaktív sugárzásra, a mai napig nincs egységes állásfoglalás arra nézve, hogy miféle sugárzást mértek is ott. Annak idején mi is találkoztunk ezzel a sugárzással, azóta tudjuk, mi ez. Bizonyos pontokon a légköri változások, valamint az időszakosan bekövetkező pólusváltozások okán megváltozott elektromagnetikus mezőben felerősödik egy nem földi eredetű sugárzás. A nem földi eredetű most mi nem csak a Föld nevű bolygón túlit értjük. Azt a téridő kiterjedést nevezzük földinek, amit mi is ismerünk a Földön. Ezt a kivetülést egy bizonyos sűrűségű és összetételű energia megszilárdulásaként a legegyszerűbb elképzelnünk. Vagyis az a fajta energia, ami ezt a téridőt működteti, amiből állunk ezen a szinten, vagyis ebben a dimenzióban azt az ismert formát veszi fel, amit magunk körül látunk. Igazából a kozmosz valamennyi látható, érzékelhető része ebbe a tartományba tartozik, függetlenül attól, hogy melyik naprendszer, melyik bolygójáról vagy csillagjáról van szó. Azt a fajta energiát nevezem tehát nem földinek, ami ennek a téridőnek az érzékelhető rezgéstartományát meghaladja. Ebben a tartományban már merőben más fizikai és egyéb törvényszerűségek lépnek életbe. Normális esetben az ilyen szintű energia el sem jut a mi tartományunkba vagy dimenziókba, illetve hétköznapi üzemmódban nem érzékeljük. Vagyis hétköznapi halandó ember a csak fizikai érzékszerveivel ezt az energiát soha nem érzékelheti. Ebből a szempontból volt eddig az élet relatív. Vagyis szó szerint volt, aki számára létezett, volt, akinek nem. Ez az a pont, és a múlt század derekától a modern természettudomány meg annyi új eredményéből és többek között a titkosított, paranormális és egyéb metafizikai kísérletekből igenis tökéletesen ismerték ezt önök is, tehát ez az a pont, ahol a materializmus hivatalosan is megdől. Mert ez az a pont, ahol bebizonyosodott az ősi misztikus állítás, hogy az ideából áll elő az anyag. Más szóval, ugye, vannak, akik tudatokat olyan magas rezgésű szférákba képesek emelni, hogy onnan olyan információt, vagy inkább erőt hoznak le, amelyek itt teste töltenek, anyaggá válnak. Az ősi proféciák, melyek közül a világ leginkább a Maja naptár néven ismert számításokat ismeri, arról az időszakról, arról a korszakváltásról szólnak, amikor ez a magas rezgésű energia akadály nélkül érkezik majd a Föld terébe, a kozmikus konstellációk eredményeképpen. Nos, nagyon jól tudjuk, ez az energia soha nem volt, és nem lesz káros a földi emberekre. Még akkor sem, ha felerősödne, mint ahogy erre manapság a pólusváltozások idején számíthatunk. Akiknek a test frekvenciája alacsony, azoknál a szíven, mint egy sajátos kapunát, nem tud a testbe lépni. Most itt kilépek egy pillanatra, tehát aki meditál, és beaktivál bizonyos tobozmirigy és a többi agyalapi mirigy aktiválódással, képes fogni és behozni a testébe is azokat az erőket, energiákat, azoknak bejött, akinek pedig ez a kozmikus kapu zárva van, és nincs kapcsolatba ezekkel, azokat továbbra se fogja bántani.
Azoknak pedig, akik érzékenyek és akiket paranormálisnak tartunk, vagyis szívkapujuk tárva van a kozmosz felé, továbbra sem jelent semmiféle változást. Kizárólag azokra az emberekre jelent valós veszély, akik mesterségesen emelik meg testrezgésüket, aktiválva ezzel a szívkaput, ami beengedi mindenféle belső, természetes védelem nélkül ezt a magas energiát. De nyilvánvalóan nem az energia kiiktatandó tényező, hanem a testrezgés manipuláció. Mostantól új helyzet van, mivel felelőtlenül alkalmazni kezdték a frekvencia manipulációt. Ismerik a kristálykönyvtárban aktivált üzenetet, a tárgyalásaink folytatásának feltétele, uraim, hogy azonnali hatállyal berekesszék a mesterséges hangolásokat. Hát itt folytatódik a nagyon érdekes értekezés. Itt behívja Theo Nantut, hogy mutasson be egy prezentációt. Kiterített Nantu néhány fotót a nagy asztal közepére. A Föld elektromagnetikus energiapályájának egyik kiemelt pontja itt a perui Andokban a Titicaca-tó környéke. Ez a NASA által készített műholdas felvétel egy hőtérkép a tóról, mutatott Nantu az egyikre. Ez az alapzat pedig egy csakana, rajzolt körbe ujjával egy sötétpiros, egyértelműen csakana, tükrözött lépcsős piramis foltot Nantu. Mindannyian közelebb férkőztünk, hogy jobban lássunk. A csakana a déli félteke alapvető szakrális geometriai alakzata, folytatta Nantu. Ebben az alakzatban épült az egész Szent Völgy. A változó számú lépcsők a kereszt száraiban csak szimbolikusak, ha jelként használják. Amikor azonban egy pontos terv része, nagy jelentőségű hány lépcső van. Takarjuk most le a kereszt alsó részét. Mi marad így? Egy lépcsős piramis, bólogatott Meyerville. Így van, folytatta Nantu. Az alsó rész pedig ennek tükrözése. Na de mi a lépcsős piramis alsó része? A Föld kristálymag szerkezetének modellezése, illetve a kristálymag által generált energiaösvények. Mind a hang tulajdonosára, Jeszevre, az orosz kormányküldöttre néztünk. Nem politikusként születtem, folytatta finoman mosolyogva a bozontos szemöldökű orosz. Nagyapám egy metafizikai intézmény alapítója volt Oroszországban. Az anyatejjel együtt szívtam magamba a metafizikát. A lépcsők száma az energiaösvény számát jelenti, vagyis hány szintű energiapályát képes aktiválni az adott kristálymag. Ott mélyen, folytatta Nantu, a Föld belsejében a tó alatt egy gigászi kristály működik. Ez a kristályenergia egyelőre ismeretlen módon és eloszlásban a Föld bizonyos pontjain felerősödve tör a felszínre. Az ősi építmények ezt a működést zárolták, tárolták, irányították vagy alakították át. Saját tapasztalatunk és Nergál üzenete szerint ezzel az energiával csak spirituálisan felemelkedettek, tudtak kapcsolatba lépni. Ahogy az imént Theo Kozma úr is említette, alacsonyabb rezgésű illetékkel nem kompatibilis, nincs semmiféle rezonancia kapcsolat. A baj ott kezdődik, és ugyanitt kezdődött Nergál korában is, amikor mesterségesen beavatkoztak az emberi test frekvenciáiba. Normálisan a test rezgéseit a szellemi, tudati fejlettség határozza meg, mint egy automatikusan követi a test a tudat magasságát, ha úgy tetszik. A mesterséges beavatkozás, így már könnyű belátni, azt eredményezi, hogy alacsony tudatú, Istennel, a magasabb rezgési szellemi szinttel semmilyen kapcsolatban nem lévő emberek testrezgései behívják a magas szintű energiát, és pak, kész a rövid zárlat. Hát három kötet szól erről, úgyhogy nyilvánvalóan ezt nem tudom felolvasni, én azt gondolom,
nagyon elgondolkodtató ezek a kiragadott részletek is. Az, hogy ma vírusokról beszélnek, azért azt hozzátenném, hogy akit ez komolyan érdekel, nézzem már utána, és nem csak alternatív orvoslások, mint mondjuk az új medicína mondja azt, hogy a vírusok nem élő organizmusok, hanem a leghivatalosabb tudomány is, akár még a Wikipédiában is ezt lehet olvasni, hogy ugye, ha nem képesek szaporodni, már pedig nem képesek, nincs anyagcseréjük, már pedig nincs, akkor mik a vírusok? Ez döbbenetes a teljesen beszűkült embereknek elképzelni, hogy a vírusok információk, kódok. Csak bizonyos, tehát egy proteinbe képesek beépülni, de nem tudnak aktiválódni, ahhoz kell egy hardware, egy szervezet, kell lesz te, hogy aktiváld. Tehát pontosan ez mutatja, hogy kinél aktiválódik egy úgynevezett vírus, vagy kozmikus információ, ha úgy tetszik, kinél nem aktiválódik. Ez gyakorlatilag nagyon sok betegségre igaz, de ez most nagyon messzire vezet, ne maradjunk a jelenlegi helyzetnél. Tehát az, hogy egy vírus, mondjuk az emberi hülyeségek, antibiotikum túlhasználat, és a szellemi rottyantság, és a tönkretett ökológia miatt úgymond magától új programokat ír, hogy halló, ébresztő, amikor nem rád tör, hanem te beengeded, mint ahogy most is, akik eleve, bocsánatot kérek, nagyon valamiért ilyen-olyan oknál más betegségekből legyengült emberek, eleve a félelemből legyengült szellemi, összekuszálódott lelki, és már eleve nagyrészt tönkretett testi állapotban találkoznak egy ilyen információval, azoknál nyilvánvalóan aktiválódik. Nem ez a vírus végez valakivel, hanem az egész kór előzménye. Tehát a lelki-szellemi nyitottság-zártság védelem, amikor neked nincs szükséged arra a figyelmeztetésre, az az információ, az a vírus nem fog beléd menni. Tehát, hogyha most csak leszűkítem ezt az egész üzenetet, hogy mi történt éváik korába, most, hogy még csak vírusokról riogatnak, és csak oltásokról van szó, ne nyugodjunk meg, mert nem tudod, mi van az oltóanyagban. Tehát lehet implantátum, ami egyenes mondjuk bemegy a szervezetbe. De ha még nincs, akkor lesz, vagy el fogunk jutni egy következő, második, harmadik, ki tudja milyen fázisba, tehát itt most elindult egy új korszak, amikor majd megkínálnak téged a mesterséges megváltással is, hogy soha semmivel ne legyél beteg, mert kristályokkal, vagy egyéb dolgokkal, már lehet, hogy ez a kristály, ez egy szimbólum itt a könyvben, csak azért, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt jobban megértsék az emberek, leírhattak volna csipes implantátumot, nanocsipet, bármit, teljesen mindegy. A kristály ugyanúgy információkat pulzál, ugyanazt csinálja, tehát itt most ne ragadjunk le a kristály hangolásnál, az gyakorlatilag mesterséges információ beléd juttatása. Na most ez zajlik minden szinten, gondolom ez már aki ezt eddig végighallgatta, már az, és még ha el se olvasta a könyveket, az Aranyasszony trilógiát és a Kékvér trilógiát elsősorban, akik nagyon-nagyon-nagyon kutatnak ezután, hanem már lassan az utca emberének is kezd nyilvánvalóvá válni. Tehát továbbra is azt mondom, hogy gondolkodás, döntéshozatalok nélkül játékszere vagy saját magadnak, kiszolgáltatod saját magadat magadnak, a saját megkötözöttségednek, lustaságnak, másokra hárításnak, tehát sokkal könnyebb külső ránktörő rákról, vírusokról beszélni, mint azt mondani, hogy állj, mi van velem? Mi történik velem? Tehát ehhez egy teljes szemléletváltás kell. Ezt a teljes gondolkodási és életmódváltásra született
a Kékvér gyermekei, az Aranyasszony trilógia pedig egy teljesen más lelki, szívbéli szinten emészthető és benned konkrét lelki gombokat nyomogató, aktiváló üzenetként. Úgyhogy én azt gondolom, ehhez most én nem tennék többet. Áldott olvasást kívánok mindenkinek, nagy szeretettel.